Mire használd a mesterséges intelligenciát fotósként? Erről fogok most az elkövetkezendő pár percben mesélni. Én Sopronfalvi Ildikó vagyok, berlini divatfotós és afia fotográfus. Hogyha szeretnél fejlődni, szintet lépni, akkor kövess be itt a YouTube csatornámon, a TikTokon vagy az Instagramon. Fotorealisztikus képeknek a szerkesztésére, generálására én a Midjourney programot ajánlom. Többféle mesterséges intelligencia képszerkesztőt kipróbáltam már, de azt kell mondanom, hogy a Midjourney volt az a legeslegjobb, a legfotorealisztikusabb. Ugye képeket prompt parancsok írásának a segítségével generálunk Midjourney-be. Ennek van egy külön menetrendje, erre most nem szeretnék kitérni, hogyha érdekel, akkor jelezd, és fogok ezzel kapcsolatban is tutoriál videót megosztani. Térjünk vissza, hogy mire is használom én a Midjourney programot fotósként. Az első, amire én használom, koncepciók és moodboardok készítésére. Fantasztikus koncepció terveket tudsz készíteni Midjourney-vel. A képzelet nem ismer, tehát a végtelen képzeletbeli dolgokat meg tudsz valósítani a mesterséges intelligenciával, gyakorlatilag bármit, tehát tényleg a határa csillagos ég, és most már nem kell másoktól inspirálódnod, hiszen csak beírod a prompt parancsokat, és bármit meg tudsz vele csinálni, illetve generálni. Úgyhogy én erre használom. Itt láthatjátok a futurisztikus projektemet, amit Midjourney segítségével alkottam meg. Igaz, hogy az űrbéli fotózásomat, amit 2020-ban csináltam, akkor még nem volt Midjourney. Viszont lehet, hogy még egyszer érdemes lenne megcsinálni ezt a projektet, hiszen fantasztikus koncepcióterveket tudtam generálni, és olyan ruhákat, amiket utána meg tudsz varratni akár egy fashion designerre. A második, amire én használom, őrült ruhakreációk és kiegészítőknek a tervezésére. Itt láthatjátok a piros origami projektemet, ahol én ezt így megálmodtam, ezt a projektet, és ilyen fantasztikus ruhákat tudtam generálni mesterséges intelligenciával, úgyhogy én bátran ajánlom akár kiegészítők, csizmák, kalapok, ruháknak a tervezésére. Régen erre nem volt lehetőség, ugye a fashion designerek megrajzolták ezeket a kreációkat, viszont most prompt parancsok segítségével gyakorlatilag fél órán belül olyan ruhaterveket tudsz generálni, amiket utána, ha odaadsz a fashion designernek és megvarratod, akkor fantasztikus és egyedi fotós projektjeid lesznek. A harmadik, amire én ajánlom a Midjourney-t, olyan egyedi helyszíneknek a generálására, amiket a valóságban vagy nagyon nehéz lenne megvalósítani, vagy lehetetlen. Ilyenek például az űrbéli jelenetek, vagy egy atombomba támadás utáni föld, amit én is generáltam, akár víz alatti fotózások. Tehát olyan helyszínek, amiket utána Photoshopban ki tudsz cserélni, és montás technika segítségével gyakorlatilag egy fotót tudsz belőle készíteni. Amire én használom a Midjourney-t, már el is árultam az előbb, azok az egyedi fotó, olyan fotózás ötletek, amiket nagyon-nagyon nehéz vagy lehetetlen lenne megvalósítani, mint például víz alatti fotózások, vagy vicces állatok, akik ugrálnak a vízbe, űrbéli jelenetek, úgyhogy erre is most mutatok példákat. Amire én használom a programot, ételfotók generálása. Én nagyon sokáig fotóztam dark food ételfotókat, és nagyon-nagyon
időigényes volt, bár nagyon szerettem csinálni, de soha nem lettek annyira jó képek, mint amit mondjuk Midjourney segítségével egy fél órán belül generálni tudok. Úgyhogy én ennyit szerettem volna neked elmesélni a mesterséges intelligencia használatáról, és írd meg nyugodtan kommentben, hogy te már használod-e fotósként, ha használod, mire használod, mik a tapasztalataid, és remélem, hogy tudtál inspirálódni ebből a videóból. Ha pedig tetszett a videó, akkor kövess be és lájkold a videómat, kövess be a YouTube csatornámon, az Instagramon vagy a TikTokon. Szia!